Soha nem láttunk még zászlót földön, csak akkor, ha vereséget szenvedtünk. Ha egy zászló a földre kerül, az a nemzet elveszett. A zászló nem csak szimbólum, hanem jelzi azt, hogy mi, magyarok, élünk és létezünk. A zászló mindig a fejünk fölött lobog. A zászló közöttünk és a jóisten között lobog, és jelzi azt, hogy vagyunk, élni akarunk, itt akarunk maradni, ahhoz van jogunk, amit nekünk, az őseink itt, e hazában megteremtettek. Én nagyon boldog vagyok, és büszke arra, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Minden zászló közül a legkiemelkedőbb azonban a nemzeti lobogó. A piros, fehér, zöld trikorol, az erő, a hűség és a remény hármasa láttán minden honfitársunknak, fiatalnak és idősnek megdobban a szíve, hiszen miközben rátekint, tudja és érzi, hogy mit jelent magyarnak lenni. Az élő magyar zászló, amelyet itt most látni fogunk, nagyszerű kezdeményezés, amelyet ezúton is megköszönök Franka Tibor kerepesi polgármester úrnak és a jelenlévő minden kedves diáknak és pedagógusnak, akik részt vesznek ebben. Ezt az összetartozás érzést kérem, ne feledjék soha, vigyék magukkal a lelkükben és a szívükben, életük folyamán bárhova is vezet.